öt kocsi itt elment, vagy hat rendőr, tűzoltó, mentő, a katasztrófa védelem. Mondom, mi van itt a szomszédban? Hát ez nem igaz. Hát ott megliztem én is, hogy mi van. Csúszott, mászott, lement az útról. Szóval nagyon rosszak a körülmények, nagyon rosszak az utak. Még innen, tehát földúton egy több mint egy utca hosszat. Igen. És ez miatt akadt el. Erről is mentek, menteni is, meg a másik utcán is mentek, és mind a két helyen elakadtak. Borzalmas volt egyébként. Pár nappal ezelőtt történt egy nagyon szomorú eset, egy tűzeset. A figyelmet erre az eseményre az önkéntes tűzoltóság hívta föl. Tehát a településen belül működik egy önkéntes tűzoltó egyesület, és ők is kint voltak a helyszínen, illetve természetesen megjelent a tűzesetnél a Tiszaföldvári tűzoltóság csapata is. Ők az önkormányzattal állnak kapcsolatban, tehát ők vízik alapjáraton a tűzvédelmi feladatokat a településen belül. Ez segíti a Kengyeli önkéntes tűzoltóság is. Maga az ingatlan tehát az úgynevezett József Attila út legesleg végén, tehát nagyjából úgy néz ki ez a területünk, hogy a József Attila úttal véget ér a lakott terület. Az út folytatása egy föld út, és egy 500 métert követően található még egy ingatlan is ott történt. Tehát úgy azt lehet mondani, hogy már nem lakott területen belül. Közigazgatásilag igen, de úgy alapjáraton, tehát így gyakorlatban ez az már nem, tehát leszámítod egy házat.